edzőteremből, és mit hallok félfüllel? Két nő beszélget, az egyik azt mondja, hogy a Béla múlt kormány megint nagyon besongott, és azt csinálta, hogy kidobálta a hűtőszekrényt az asztalon, az asztalon, az ablakon. De gondolkodok én itt magamban, hogy hogyan lehet kidobni egy hűtőszekrényt. Kidobálni egy hűtőszekrényt az asztalon, vagyis az ablakon, érted? Mert ha van mondjuk három babalám, akkor azt így egymás utáni fogom, és hej, 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 kidobálom az ablakon. Nem, megfeltem. És akkor, amikor így locsan szét, amikor szutja lefelé, akkor így kidobtam három ablakot, három almát az ablakon. De hogyan lehet kidobálni egy hűtőszekrényt az ablakon? Mert most, hogy érted, elképzelem, lemegyek a konyhába, és magamhoz ölelem az 50 kilós hűtőszekrényt. Tele kolbásszal, tele fieslivel, tele tojással. Oké, megemelem, áttuszkolom az ablak kereten, és úgy kidobom, és akkor ledobtam egy hűtőszekrényt az ablakon. Utána nem fogok lemenni, a maga magamhoz ölelni, a darabjait felcipelni a liftben, és aztán megint kidobni. És akkor kidobtam kétszer egy hűtőt az ablakon. Hogyan lehet kidobálni? Aztán később gondolkoztam, és valószínűleg az volt az oka ennek egyébként, hogy így mondta a nő, hogy mondjuk január 18-án is kidobott egy hűtőt, meg mondjuk február 18 én is. És akkor így gyakorlatilag arra asszociált, hogy kidobálta a hűtőszekrényt, tulajdonképpen ugyanazt a hűtőszekrényt az ablakon. Csak erre tudok gondolni.